Sziasztok! Talán a legtöbbször felmerülő kérdés egy oszlopos pálinka főző esetében az az ár. Mennyiért lehet kihozni egy ilyen rendszert, mibe kerül ez, mennyivel drágább, mint egy hagyományos kisüsti pálinka főző, és hol lehet egyáltalán beszerezni. Ugye most már itthon is van olyan, aki forgalmazza ezeket a komponenseket, Kínából azért mégiscsak olcsóbb, közvetlenül, és mivel sokan kérdeztétek, hogy mi pénzből lehet kihozni egy ilyet, hát most gyorsan egy fejszámolást tartanánk. A főbb árakat dollárban mondanám, ugye az árfolyam az mindig változik, maga a dollárban mért ára viszont nem. Az első ugye legfontosabb az üst, kell egy üst, ez ugye magyar gyártmány, Kiskörösön készíti Kovács Gábor, nagyon ügyes és nagyon barátságos mester, aki minden kérést teljesít, amit az üsttel kapcsolatban mi neki szegezünk. Egy 80-100 literes dupla falu olajtöltetű üst, jellemzően 200-220 ezer forint között mozog. Ugye erre kellenek még a triklem csonkok, amivel meg lehet oldani a különféle eszközöknek a rögzítését. Egy-egy ilyen csonk, mondjuk egy, ugye az én oszlopom háromszoros, mondjuk egy négyszoros hosszú csonk az olyan 15 euró környéke, egy kétszoros hosszú csonk az mondjuk 10 euró környéke. Ezek azért érdemes ezekből a hosszabbat választani, mert akkor könnyebb ugye bilincsel rögzíteni az eszközöket. Ezeket Európából is be lehet szerezni viszonylag olcsón. Maga az oszlop egy komplett négyszolos rendszer, ugye az enyém háromszolos speciális buborék sapkákkal, de amit én szoktam javasolni, az az alap négyszolos fémházas, tehát nem üveg oszlopos, hanem fémházas rendszer. Az alap négyszolos rendszer, az nagyjából olyan 400 dollárból megkapható, ahhoz ugye még nem jár az epruvetta, hanem csak egy végcsonk tömlő lejövetellel, tehát ahhoz még egy nagyjából olyan 100 dollár környéke a rozsdamentes epruvetta mintavevő csappal, de ha az ember a legolcsóbb megoldást keresi, akkor gyakorlatilag egy ilyen oszlop az 400 dollár, plusz ugye a csonkok, és akkor jöhetnek az extrák. Maga az epruvetta, hogy mondtam, az körülbelül 100 dollár környéke, ami mindenképpen kell egy tűszelep, az nem nagy pénz, ilyen 10-15 dollár környéke, egy nyomáscsökkentő szelep, ez szintén elengedhetetlen, enélkül a tűszelep sem ér sokat, ez nagyjából hát olyan 5-8-10 dollár környéke, ez itthon is vizesboltokban megkapható, ez egy olasz gyártmány. Aztán érdemes egy komolyabb digitális hőmérőt beszerezni az analóg hőmérő helyett. Ezek ilyen 8-12 ezer forint között kaphatók itthon. És aztán ugye jönnek az extrák. Nem kötelező extra, de jó, ha van egy ilyen tészelep, amivel lehet állítani, hogy merre menjen a gőz, illetve a mosóvíz. Ezzel lehet ugye az oszlopot átmosni. Egy ilyen nagy, kétszoros tészelep, ez azért közel 100 dollár, 80 dollár környéke. Olcsóbb megoldás az, hogyha ideépítjük a véghűtőbe a jóval kisebb átmérőjűt, akkor azon lehet spórolni, de így viszont külön lehet mosni az oszlopot és külön a véghűtőkört. Nyilván a hozzávaló szelepek, ilyesmik, azok itthon is megvásároltuk vizesboltban. Ez nem nagy ügy. Aztán ugye nem kötelező extra, de miért ne? Betekintőüveg. Ez is nagyjából ilyen 10 pár euró környéke. Ugye egy triklempes bilincs az 10-15 dollár az eBay-ről, vagy akárhonnét AliExpress-ről. A tömítés az 1-2 dollár maximum, a triklempes tömítés. A bilincsből jó a kínai is, ez nem szokott szétmenni. És ahogy említettem, ugye a csonkokat is érdemes a hosszabbakat választani. Az 10-15 euró, attól függ, hogy négyszoros vagy kétszoros. Aztán ugye keverőmotor javasolt, vagy legalábbis erősen ajánlott, mert sokkal gyorsabb a főzés, sokkal egyszerűbb az elválasztás, és könnyebb vele jó minőségű pálinkát előállítani. Egy ilyen triklempes, hajtóműves keverőmotor, az hát nem olcsó mutatvány, ez körülbelül olyan 300-350 dollár, viszont ez teljesen készen van, jár hozzá ugye a triklempes felfogatórendszer, jár hozzá egy fordulatszám szabályozó,
és maga az erős 250 wattos hajtóműves motor, ez gyakorlatilag mindent megkever, még a törkölyt is, ha arról van szó, és ráadásul gyakorlatilag neked gyártják, tehát amilyen méreteket kérsz a tengelyre és a lapátra nézve, azt fogja a kínai cég legyártani. Én a Zog Steels nevű gyártóval szoktam ezeket a dolgokat csináltatni, elég jól kialakult kapcsolatunk van. Korábban az eBay-en keresztül vásároltam tőlük, most már közvetlenül a honlapjukon keresztül, meg e-mailben is merek hozzájuk fordulni a különféle igényeimmel, mert megbízhatóan legyártanak mindent, nem vernek át, egyedi gyártású megoldásokkal is szolgálnak. Aztán ami még extra, az üstmosófej, ugye ez a CIP, Clean in Place, vagyis a bent, közvetlenül az üstön belül mosó berendezés, ez ugye ide megy be a betekintőüveg helyére, ez is látjuk triklempes csatlakozású, be kell csak bilincselni, és egy ilyen forgófejű üstmosóról beszélünk, ami gyakorlatilag nagyon szépen lecsapatja belül a koszt, az üst falára, meg a sisakra ragadt koszt. Egy ilyen berendezést nagyjából 40-45 dollárért gyártanak le a kínaiak, ennek is a végén triklempes csatlakozás, a többit azt mi magunk rakjuk rá, ugye az elzáró szelep, meg a tömlőcsatlakozó, tehát 40-45 dollár, és ezt is méretre gyártják, olyan hosszúságra, amilyenre neked kell az üstbe, ugye az üstfedélem megfelelő mélységre benyúljon, te mondod meg a méreteket, és legyártják készre. Tehát nagyjából ugye ott tartottunk, hogy mondjuk 400 dollár az oszlop, 100 dollár az epruvetta, 350 dollár a keverőmotor, plusz még egy-két csonk, illetve bilincsek, tömítés. Ezek alapján ugye az jön ki, hogy nagyjából olyan 400 ezer forint a minimum, amiből ki lehet jönni. Tehát igaz a hír, fél millió alatt lehet oszlopos pálinkafőzőt építeni, ráadásul egész jót, jól működőt, gyors főzés lehetővé tévő, jó minőségű rendszer. Ugye 200 ebből az üst, és nagyjából olyan 170 ezer forint lesz az oszlop, akkor, hogyha ugye rendesen megfizetjük a vámot is, ami a szállítás és a vételár összege után kerül kiszámításra, így lesz körülbelül olyan 400 ezer forint a rendszer. Ehhez, hogyha ugye még jön az epruvetta, az még nagyjából egy 30-32 ezer forint, a keverőmotor az ugye átszámítva olyan 120 ezer forint, az üstmosó 11-2 ezer forint, a csonkok, betekintő nyílások együtt mondjuk ilyen 11-2 ezer forint környékével lehet számolni, 20 ezerrel mindennel együtt, és akkor ugye az látszik, hogy egy fullosan, ja meg ugye a T-szelep, meg az összes egyéb szelepecske mindennel együtt, az alapmodell tehát 400 ezer környéke, hogyha az ember egy egyszerű berendezést épít keverő nélkül, ha viszont már szeretne keverőt, meg az összes kényelmi extrát, akkor jellemzően olyan 600-650 ezer forintban áll meg a beszerzés, de akkor már mindened megvan, kifizetted a vámot, szállítási költséget, minden egyebet. Tehát gyakorlatilag nem igaz az a mondás, hogy egy ilyen oszlopos pálinka főzőhöz bizony muszáj 1 millió forint fölé menni, akár fél millió alatt is kijön egy ilyen berendezés. Az üstöt hazai mesterrel érdemes legyártatni, mert több jó mester is van, akik az összes kérésedet teljesítik, azt szerelnek az üstre, amit kérsz, úgy alakítják ki, ahogy szeretnéd. A többit pedig a kínaiaktól közvetlenül meg lehet venni, keverőmotor, epruvetta, az oszlop. Az oszlopot célszerű mindig úgy rendelni, hogy csak három szinteset, ugye a négy szint az felesleges a pálinka főzés során, úgyhogy azzal lehet spórolni. Három szinteset érdemes venni, illetve a másik az, hogyha az ember még akarja egy kicsit a dolgokat tuningolni, ugye korábbi videóim között található egy videó arról, hogy a ProCap sapkák miért jobbak és hogyan érdemes velük kalkulálni. Ha a négyszoros oszlopba ProCap sapkákat akar az ember, akkor az még egy olyan, hát olyan talán 300 euró mindenestől 200-300 euró között valahol. A viszonylag nagy pénznek tűnik, de ha eleve úgy rendeljük az oszlopot a kínaiaktól, hogy nem kérjük bele a gyári sapkákat, hanem üresen kérjük, és a
a Steel Dragon-től pedig megrendeljük a ProCap tálcákat és sapkákat, akkor annyival, annyira nem is lesz drága a váltás, és ahogy a korábbi videóban ezt jeleztem, azért sokkal-sokkal kényelmesebb és gyorsabb a főzés ezekkel a sapkákkal, úgyhogy érdemes rögtön azzal nyitni, de hogyha valaki nagyon szűk költségvetéssel tud csak oszlopos rendszert építeni, akkor viszont ez a megoldás, tehát a gyári sapkák, és hozzá az egyszerűbb véghűtő záróelem, ahonnét csak egy tömlőcsonk jön, tehát nincs epruvetta. Akkor olyan 400.000 forint környékén meg lehet úszni egy ilyen rendszer építését. Úgyhogy alapvetően ugyan picit drágább, mint a kisüsti pálinkafőzők, viszont funkcionalitásában ugye jóval többet kínál, főleg, hogyha a különféle extrákkal is élünk, mert akkor egy nagyon kényelmesen használható, elég ügyes berendezés birtokában leszünk. Remélem tudtam segíteni így az árakat, illetően az eBay-en, illetve a gyártó honlapján érdemes nézelődni. Mondom, én az Oak Steels nevű kínai gyártót preferálom, velük jó a kapcsolat, illetve ugye az európai üzemmel, illetve webshoppal rendelkező Steel Dragon a másik, akiktől a ProCap sapkákat lehet venni, illetve tőlük lehet ezeket a hosszabb, könnyebb rögzítést lehetővé tévő hegeszthető csonkokat beszerezni. Ottan látszik is a logójuk, igen, a Steel Dragon-é. Ők Ausztriából szállítanak, ott nincs vám és áfa, cserébe drágábbak, a kínaiaktól pedig a rendszer többi részét érdemes rendelni, és akkor így összeállítva viszonylag olcsón kijön egy ilyen oszlopos pálinkafőző a hazai egyéb kisiparos megoldásokhoz képest.